Sziasztok lányok és fiúk, vissza is tértem, az előző alkalommal már működésre is bírtuk a Tomcatet a szerverünkön, viszont nem végeztünk még el pár beállítást. Na most ezen a ponton ismerős dolgokat fogunk csinálni, hiszen már tanultunk a Tomcat használatáról, volt róla egy külön kurzus, a Java Server ismeretek, így az is világos számotokra, hogy miért ajánlja most azt következő lépésként ez a tutoriál, hogy módosítsuk a tomcatusers.xml fájlt, hiszen itt ugye megadhatunk neki különböző felhasználókat, különböző szerepkörökkel, és tulajdonképpen így használhatjuk ezt a felületet. Én amit mondok most nektek viszont az az, hogy ne használd ezt a felületet, ha csak nincs valami különösebb okod rá. Ez a felület, amit itt látsz, ez egy webalkalmazás. Ezt a Tomcat csapata hozta létre azért, hogy leegyszerűsítse a dolgodat, te belépsz a menedzser oldalra, deployolsz egy alkalmazást, de erre igazából nincsen szükséged. Elmondom, hogy miért. De mielőtt elmondom, azelőtt megtanítalak titeket a grep használatára. Tételezzük fel, hogy nem emlékszel arra, hogy hol van a port beállítása a Tomcat szerveren. Tudod, hogy 8080-as a port, de nem emlékszel rá, hogy melyik fájl az. Felmehetsz a Google-ra, keresgélhetsz, megtalálod nagyon hamar a választ, de nagyon sok esetben olyan dolgokat is kell keresned a munkád során majd, amik nincsenek fent Google-on. Például, valahova kitettem egy logfájlt, melyik fájlban is volt, vagy melyik Java osztályban, nem emlékszem. De tudom, hogy hogy hangzott az a log statement, úgyhogy csillag, változó értéke, kettős pont, de nem emlékszem, melyik fájlban van. Na, amikor tudod a tartalmat, amit keresel, ismered, de nem tudod, hogy hol találod, akkor nagyon hasznos programnak bizonyul az úgynevezett grep. A grep segítségével ugyanis keresgélhetsz a fájlok tartalmán belül. Például tudom azt, hogy valahol a Tomcat mappájában definiálva van a 8080, mint portszám. Annyit mondasz, hogy grep 8080, átadod neki macska körmök között, de azt is definiálnod kell, hogy hol szeretnéd ezt keresni. Az a legjobb, amit tehetsz, hogy azt mondod, hogy rekurzív módon keresd a Tomcat mappán belül. És ez vissza fog neked adni egy rakás találatot. Ezen a ponton lekicsinyítem újra a betűméretet. Tehát egy csomó találattal visszatér, és elmondja, hogy hol talált ő neked hivatkozást arra, hogy 8080. Na most a gond az az, hogy láthatod, hogy rengeteg találata van, és nem tudod, hogy most tulajdonképpen ez a fájlon belül hol található. Elmondja, hogy melyik fájlban van benne, de nem mutatja a sort. Ezért hasznos egy újabb paramétert átadni neki, ami pedig nem más, mint az N. Ugyanis, hogyha az N-t is átadod neki, onnantól fogva, ha így keresel, már kijelzi, hogy hányadik sorban található a keresett szöveg. Oké? És ezen kívül még egy dolgot szoktam használni, amit nektek is ajánlok, az az I betű. Ugyanis, hogyha most nem számokra keresnénk, hanem mondjuk egy névre, mondjuk arra, hogy admin, akkor lehet, hogy amit te keresel, az valójában nagy alval kezdődik, de nem emlékszel rá. Viszont az I betű gondoskodik arról, hogy amit átadsz neki, keresett szöveget, az mindegy legyen, hogy az kisbetű vagy nagybetű, akkor is meg fogja találni, hogyha a fájl tartalma admin vagy nagy M-mel admin. Érted? Tehát érdemes úgy keresni, hogy grep kötőjel rin, amit könnyen meg tudsz jegyezni, mert ha hozzáadnál egy G-t, akkor ring lenne, mint a gyűrű. Ha képhez kötöd, akkor egyszerűbben megjegyzed. És végül elmondod a keresett szöveg után, hogy hol keresse. Mondhatnád azt is, hogy mindenhol keres, léci. Oké? Okay? Na most mi annyit tudunk azért, hogy ez a beállítás valószínűleg a conf mappán belül található. Tehát bejövök ide a Tomcat mappájába, és annyit mondok, grep, rin, 8080, és a konfon belül szeretném, ha keresnél. És egyből láthatod, hogy a server.xml-ben található a 69-es sorban ez a beállítás. És ezért mondtam két résszel ezelőtt azt, hogy érdemes bekapcsolni a vin a sor kijelzést, mert ha most a v-vel meghívod a konfon belül a server.xml-t, akkor egyből tudjuk, hogy a 69-es sor kell nekünk. Windows-on nem működik sajnos ez a görgős megoldás, ott konkrétan a lefelé gombbal kell felle mászkálnod ahhoz, hogy lásd a fájl tartalmát, de legalább hamar oda találunk a 69-es sorba, úgyhogy a következő alkalommal innen fogjuk folytatni. Nagyon sok mindent tanulunk, észre se veszitek, de egyre több parancsot ismertek. A grepet tényleg jegyezzétek meg, mert baromi fontos és hasznos tud lenni, hogy megkönnyítse az életedet. Grep, rin, átadod nekünk, mit keresel, és csillag mondjuk. Innen folytatjuk tehát, jó gyakorlás nektek! Tartsatok ki, sziasztok!